jött, látott, győzött, és mindent vitt. Tehát megbíztunk benne. Egy rokonunk felhívott, hogy van Isaszegen egy telek, amit jó áron meg lehet venni, és akkor, mivel én előtte nemrég örököltem, ezért arra gondoltuk, hogy befektetjük ezt az összeget, és megvesszük ezt a telket. Aztán meg is vettük, az egy tiszta telek volt, az egy normál vásárlás volt, csak nem figyelmeztetett minket, hogy miből él, és meg mit csinál, és így megvettük a telket, aztán utána ez az úriember visszajött, később, ugye mert mondtuk neki, hogy befektetés céllal vesszük meg ezt a telket, és akkor jött egy újabb ötlettel, hogy mivel ő is építőiparban dolgozik, meg én is, hogy akkor építsünk közösen rá egy házat, és akkor eladjuk, aztán ki a maga betett dolgával, vagy összegével, majd utána kiszáll ebből a dologból. És aztán innen kezdődtek a bonyodalmak. Van egy befektető, aki letesz egy ügyvédnél letétbe, mit tudom én, azt hiszem talán 18 vagy 19 millió forint értékben lett volna ez az építkezés, és akkor még a maradék pénzünkből megcsináltatta a tervrajzot velünk, meg építési engedélyeket, és aztán miután megvolt ez, akkor mondta, hogy letétbe helyezik ezt az összeget, és akkor bizonyos szakaszonként föl lehet venni. Jó, ebbe is belementünk, aztán utána eltelt egy kis idő, és akkor már jött az, hogy nincs elég pénze ennek az úriembernek, és akkor szeretne fölvenni rá hitelt a telekre. De ugye a teleknek viszont a nevén kéne lenni. És akkor itt ezt elrontottuk, ugye, hogy megbíztunk benne, mivel rokon hozta, és akkor átkerült ennek az állítólagos befektetőnek a nevére. És aztán már vége is volt a teleknek. Van neki egy kereskedő ismerős, autókereskedő, tegyük be az autót, nekünk ugye elfogyott a pénzünk, pénzre volt szükségünk, és akkor azt mondta, hogy tegyük letétbe az autót, kapunk érte egy kis készpénzt, ez 400 ezer forintról volt szó, és akkor maradék 4 vagy 500 ezer forintot, amit még ad ez a kereskedő, az pedig költsük építőanyagra, és akkor mikor megkapjuk az első letétbe tett összeget, mit tudom, mondjuk felhúzásra kerülnek a falak, akkor fölvehetünk x milliót, akkor ebből mindjárt vissza tudjuk vásárolni ezt az autót. És aztán mi ugye beadtuk a kereskedésbe, és aztán néhány nap múlva megtalálkoztunk az autóval az úton. Ugye a Gábor még össze, tehát barátként járt ide, tehát a gyerekek mit tudom, fölcsöngetett, és akkor mondjuk Gábor vagyok, azt rohantak az ajtóhoz, átölelték, tehát rendesen megkedvelték, megszerették. Volt egy-két alkalom, amikor itthon úgy átgondoltuk, és akkor eszünkbe jutott, hogy nem biztos, hogy valami jó, akkor általában mitől másnap ugye beszéltünk vele, és akkor mindig jött valami új, valami elsimító dologgal, amivel úgy kicsit jó, hát persze akkor megy a dolog. De minden esetre, tehát az, hogy a telek meg a két autó, az olyan körülbelül olyan másfél-két hét alatt mindenünk elment. Tehát gyorsan elvitte, utána meg már kész, vége. És ez úgy történt, hogy mindig csak egy személy volt, tehát hol, mert a feleségem nevén volt minden, tehát hol ő ment, akkor ő aláírta, akkor a másikat vagy előbb, vagy később hívták be, tehát sosem találkozott a vevő meg az eladó. Mi szerintem akkor még nem is tudtuk a többiekről, hanem ugye mi megtettük a feljelentést, és akkor utána derült ki, hogy sokan vannak, csak sokan nem tettek feljelentést, mert félnek szerintem. Uh-huh. Mi voltunk azon a listán a 16-ak. Amikor engem hallgattak ki, akkor azt mondta a rendőr, hogy teljesen ők ismerik ezt a Gábor nevezett úriembert, és teljesen mindegy, hogyha 100 feljelentés lesz ellene, akkor mind a 100-at külön fogják vizsgálni, soha büdös életben nem fog börtönbe kerülni, nem fogják összevonni az ügyeket. Mert Gödöllőn nem haladt, aztán egyszer-kétszer bementünk a többiekkel, ott próbáltunk valamit elérni, nem sok sikerrel, de azt az egyet legalább elértük, hogy föltették Pest megyére, és ott kicsit komolyabban vették ezek szerint. Hát vádemelési javaslattal zárták le, de a nyomozó, aki utoljára foglalkozott ebből az ügyelő, megmondta, hogy ugyan ők vádemeléssel továbbadják, de hát majd Gödöllőn az ügyészség meg a bíróság fogja kimondani, hogy ebből tényleg lesz-e ügy, vagy pedig azt mondják, hogy hát itt nem történt semmi. A legutolsó info ugye az, hogy tehát februárban, mit tudom én, mi megkaptuk a papírt a gödöllői ügyészségről, hogy vádat emeltek Gábor ellen. Két esetben, a harmadik esetben, ez történetesen a Mercedes Vito volt, amit azt mondták, hogy az nem igazán bizonyítható, hogy az bűncselekmény, vagy bármi másból származik, amit mi megpanaszoltunk,
és ahova küldtük a panaszt, ez ugye a valami pesti, valami főügyészség, vagy valami budapesti, ők viszont utasították a gödöllőieket, hogy már pedig abban is vádat kell emelni Gábor ellen, mert a papírokból teljesen egyértelműen kiderült, tehát hogy azt is elsikasztotta. Február 4-én vádat emeltek ellene, és akkor valahogy még február közepe és vége között hallottuk, ugye, hogy elkapták. Volt, tehát valaki ismerős hoz, én megbízok benne, hát most csak nem akar már nekem rosszat. Tévedtünk. Nagyot.